tőle örököltem. Nem baj, gyönyörű lett az a gyerek, nem? Így van. Basszus gitárnál egy olyan büszkeségem, hogy a Magyarországon játszott Team Ripper Owens, a Judas Priest egykori énekese, akkor Budapesten ő volt a basszus gitárosa. Basszus gitárnál Kocka Dab Tibor! Csak elvittem az Olika nénének az Exceptől Bosszodú Wall-lemezt, és azt mondom, Olika, ez a hangképzés hogy van? Azt mondta, el fog menni a hangja. Mondtam, az lehetetlen, mert már 6 lemeze van. Hey! A hegedűknél egy régi barátom, és mentorom, és régi zenésztársam, a Sámán együttes egykori szólógitárosa. Köszönjük szépen! Bazeg,
én láttam egy Fási Zsülike számot, és az apjával énekelt, és énekelt a... De esküszöm, így szól. Azt mondja, nagyon szépen köszönöm, nem tudom. És jött az apja, és fia ezen a hangon. Te a kis lányom, nagyon szépen köszönöm éget. Ki a fasz mondta ennek, hogy énekelje? Istenemre mondom. Jön az új nevezőnek a címadó dala, aminek az a cím, hogy Ister Gam. Ister Gam, Badinyi Jós Ferencet, ha nem ismernétek, egy sumér magyar nyelvkutató volt, az ős magyar kutatáson nagyon-nagyon sok eredményt ért el. Sok nyelv és hasonlóság van az első írott nyelv, a sumér és a magyar nyelv között. Például Ister Gam azt jelenti sumér nyelven, hogy Isten kanyarja, Isten sarlója. Viszont azt jelenti a csillag sumér nyelven, hogy kicsi láng. Hát olyan érdekes az egész dolog, és mindig le akarnak minket degradálni, hogy milyen magányos nyelv ez a magyar, mit akarnak ezek? Hát olyan magányos ez a nyelv, hogy az első írott nyelven a Földön van közösségünk, barátaim. Úgyhogy jön a dal, Ister Gam!